A lakossági fórumok sora aztán március 7-én az ötös számú körzetben folytatódik. A Bem József általános iskolában Pető Attila lesz a házigazda. Március 12-én kedden Szedmák Tamás várja az érintetteket a Vattai Szakközépiskola Sárkány József utcai épületében a 7 számú körzet fórumán. Március 19-én kedden az egyes számú választókerületben élők találkozhatnak a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájában Pohankovics Andrással, március 21-én pedig Markó Ferenc számú a 8-as számú választókerület lakóira, Avattai Árpád utcai főépületében. Március 26-án kedden Harangozóni Balog Zsóka képviselő asszony lakossági fórumának a Szűcsi Jóvoda ad otthont. Ide a 6-os számú választókerület lakóit várják. Március 28-án a 3-as számú választókerületben élők véleményét hallgathatják meg Horváth János lakossági fórumán a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájában. A négyes számú körzet fórumait április első hetében tartja Mózer András képviselő. Április másodikán kedden a Batyányi utcai jovodában, míg negyedikén csütörtökön az erdőtelki iskolában lesz lehetőség az aktualitások problémák megbeszélésére. A lakossági fórumok minden helyszínen 18 órakor kezdődnek. További részleteket a város honlapján és a kiskörösi hírekben találnak.